Peter Márka gyakorlatilag egy közös szövetbe foglalt két részes előadást csináltunk, amely azt mutatja be, hogy a természetnek megfelelően úgynevezett biomimetikus módon hogyan lehet a fogakat helyreállítani. Egy teljesen új típusú struktúrát találtunk ki, részben mi, részben pedig egyéb kollégák, akik ezt publikálták is, amelynek segítségevel lehetőség van arra, hogy a fogakat már-már hasonló szintre állítsuk helyre, mint ahogy természetesen voltak. Az én tapasztalatom az, hogy a gyártók protokolljait ezt nagy mértékben jogi oldal is határozza meg. Vannak ennél magasabb szintű ajánlások, ezek pedig tudományos publikációkban vannak megfogalmazva. Tehát én általában nyilvánvalóan elolvasom, hogy mik a cég ajánlásai, megnézem, hogy pontosan milyen anyagról van szó, és ezeknek az anyagtípusoknak tudományos publikációkban való használati módjait is megnézem. És ezekből rakok össze egy olyan protokollt, amely működőképes lesz feltehetőleg. És nyilván a napi gyakorlat és a hosszú távú klinikai funkció az, ami meghatározza, hogy ez valóban jó-e így. Tehát a saját napi megfigyeléseink és a hosszú távú megfigyeléseink a praxisben rendkívül fontosak. Lupét minden kezeléshez használok. Amikor én elkezdtem lupét használni még 8 évvel ezelőtt, akkor ez még egy teljesen nem bevett dolog volt. Mondhatni Szegeden én voltam az egyik első, úgy gondolom, és utánam kezdték el rengetegen az én példámat szerencsére követve. Én nagyon próbáltam ezt promotálni egyúttal. Viszont mikroszkóppal is van lehetőségem időnként kezelni, de sajnos egyelőre nem képezi az állandó praxisom részét. Hozzáteszem, hogy a jövőben ez abszolút a tervek között szerepel, tehát ez feltétlenül olyan dolog, ami fele már egy helyreállító fogorvosnak, vagy egy olyan fogorvosnak, aki gyökérkezelésekkel foglalkozik, előre kell lépni. Lupéval kezelek minden esetben, tehát minden egyes kezelés nagyításban csinálok, én már 8 éve, és sok kollégára voltam hatással Szegeden abban az irányban, hogy ők is elkezdjenek lupét használni. Úgy gondolom, hogy ez egy cél, és ez egy nagyon fontos dolog. Tovább lépve a mikroszkóp a következő fázis, és úgy gondolom, hogy egyrészt én időnként tudok csak mikroszkóphoz hozzáférni, nyilván próbálok minél többet, de a jövőben abszolút ez lesz a célom, illetve ez a célom, hogy lehetőségem legyen a lehető legtöbb kezelést, főleg a gyökérkezeléseket mikroszkópban elvégezni. A digitális fotózásban azt gondolom, hogy Grósz János kollégámmal együtt eléggé élen járunk. Annó még 2008-ban a Dentál Hírekben jelentettünk meg egy 3 részes cikket, amit a magyar szakmai életben azt gondolom, hogy azóta is egy alaptételként tekintenek, és a fiatal fogorvosok mindig említik. Ezen kívül rendszeresen szervezünk kétnapos gyakorlati fogorvosi fényképezés kurzusokat. Tehát ami a fényképezést illeti, az abszolút szívügyem. Már csak azért is, mert a családom, édesapám, illetve öcsém is elég magas szinten űzi a fényképezést. Öcsém természetfotós, és díjazott az év természetfotósa versenyben is. És ami pedig a digitális smile design-t illeti, ugyan a Krisztián Kocsmen által promotált rendszert nem volt még szerencsém megtanulni egy az egybe, de már mielőtt ez a rendszer följött, illetve ismert lett, akkor is alkalmaztam digitális eszközöket a fényképeimen, mérésekre, különféle modellezésekre, tehát igen, alkalmazom a digitális smile design-t, és úgy gondolom, hogy próbálom fejleszteni folyamatosan ezt a tudást. Az orvoslás minden terén a bioanyagok jelentik a jövőt, és a fogászatban, illetve azon belül is a konzerváló fogászatban eddig nem nagyon volt jellemző az, hogy úgymond bioanyagokat fejlesztettek, illetve nem létezett a technológia, ami erre lehetőséget adott volna, mert a fog szerkezete olyannyira komplex, hogy azt egyszerűen technológiailag nem lehetett megoldani. Most úgy gondolom, hogy fordulópont van, és pont az előadásunkban arról beszéltünk, hogy ez a fordulópont micsoda, és hogyan lehet elképzelni a jövőt, hogyan lehet már a létező bioanyagokat, kvázi bioanyagokat felhasználni, illetve mi lehet a jövő ezzel kapcsolatban. Tehát igen, egy fejlődési folyamattal állunk szemben, aminél úgy gondolom, hogy fordulóponthoz érkeztünk a konzerváló fogászatban is.